2008-at írtunk, amikor még zöldfülű főiskolás voltam, újságírónak tanultam, és az interjú műfaja volt terítéken. És én úgy gondoltam, hogy mély vízbe dobom magam, és készítek egy interjút egy osztrák zsidó házaspárral, Lucy és Péter Porgessa. Ők Amerikában élnek, igazi sztárházaspárnak minősültek már akkor az Egyesült Államokban, de Bécsbe utaztak annak apropóján, hogy 70 évvel voltunk az Anschluss után. Emlékszem, édesapám vitt ki hozzájuk, kicsi Opelunkkal. Remektem, izgultam, még életemben nem csináltam interjút, nem hogy magyarul, de németül sem. Egy aprócska, picike, őszhajú néni nyitott ajtót, borzasztó szeretettel, kedvességgel fogadott, betessékelt a nappaliba, és hát érezték rajtam, hogy szinte el sem tudtam kezdeni a beszélgetést. Remegett a hangom, nem jutottak eszembe a német szavak. Belül tényleg így örlöttem, hogy mi az Isten keresek én itt, és hogy miért feláltam ezt a feladatot, tiszta badarság az egész. És akkor a néni, aki egy kicsit hasonlított a nagymamámra, észrevette rajtam ezt a feszültséget, és te abszolút a témától függetlenül elkezdett velem beszélgetni, hogy hány éves vagyok, hol élek, mit tanulok, miért ezt tanulom, mi a szándékom, és egy nagyon-nagyon kedvesen belevittek egy beszélgetésbe. Ami nagyon-nagyon feltűnt, hogy ők mindvégig egymás mellett ültek, fogták egymás kezét, és ez a két ember borzasztó nagy kedvességgel és szeretettel fogadott engem. És akkor megismertem a történetüket, hogy tulajdonképpen a szerencse, a csoda mesdjéjén ők hogyan jutottak el egymáshoz, hogyan találkoztak, hogyan élték túl a borzalmakat, amiken keresztül mentek, hogyan kezdtek új életet Amerikában, és hogy a nulláról ők hogyan építettek fel egy komplett csodálatos életet együtt. És borzasztóan megható volt az, hogy végig tulajdonképpen a szeretet, az összetartozás, és nem utolsó sorban a humor volt az, ami őket elsegítette súlyos éveken, évtizedeken. Rákérdeztem az interjúban a humorra, mint ennek fontosságára, és hogy a borzalmakon ez hogy segítette őket keresztül. És akkor mondta a férfi, hogy tulajdonképpen neki nincsen humora. Tulajdonképpen az a sok abszurditás, amit ő a világban lát, más nem tud szülni, mint egy olyan hozzáállást, ami tulajdonképpen egy humornak is felfogható.